No, hát akkor belevágunk. Köszönjük szépen a türelmet, meg azt, hogy maradtatok egy ilyen hosszú nap végére. Szervusztok, én Barna Erika vagyok, és a Madásznak vagyok elnökségi tagja. És hát ahogy a programban is láthattátok, ez most egy olyan beszélgetés lesz, ahol egy kicsit így kinyitjuk a kapukat, ajtókat, nem csak így a térben, hanem egy picit így szellemi vagy mentális értelemben is. Tulajdonképpen annak a beszélgetésnek, amit mára itt kezdeményeztünk, kettő célja van, illetve két célja biztos, hogy van. Egyrészt ugye hallhattátok a ma délután a drogszakmai civil ombudsmannak a beszámolóját, hogy mire is jött létre ez az intézmény, amit most így ebben az utolsó időszakban dr. Késmárki Fanni képviselt ügyvédként, illetve hogy milyen eredményeket sikerült elérnie, és az is elhangzott az ő előadásában, hogy ugye ez a Madász Norvég projektjének keretében születhetett meg, mint intézmény, és hát a DCO tulajdonképpen február 1-je óta önkéntes minőségében dolgozik, amiért mi egyrészt természetesen nagyon hálásak vagyunk, de hát tisztában vagyunk azzal, hogy azért hosszú távon ez nem fenntartható, és szerettünk volna néhány olyan területnek a képviselőjével leülni és beszélgetni ennek a lehetséges jövőjéről, hogy valahogy ez az intézmény, ha már megszületett, és mi úgy látjuk, hogy nagyon eredményesen tudott működni, akkor valahogy ezt fenntarthassuk a jövőre is, hogy ezt egy kicsit körbejárjuk, hogy ki milyen lehetőséget lát. Megnyugtatom a beszélgetés résztvevőit, hogy nem az a célja, hogy másfél óra múlva itt aláírunk közösen egy szerződést, egy megbízási szerződést. Lehet, hogy majd egyszer erre is sor kerül, adja az ég, hanem egyáltalán, hogy elkezdjük ezt a diskurzust, és egy kicsit lássuk, hogy ki mit várna ettől. A másik közvetlen cél, vagy közvetett cél az pedig az, hogy sokszor beszélgetünk itt akár az éves civil fórumok kapcsán, és ezt jól érzékeljük, ugye arról a fajta magára hagyatottság érzésről, amit így a drogszakmában dolgozóként is gyakorta megélünk. És bár kétségtelen, hogy az elmúlt egy-két évben akár csak ilyen organikus módon, mondom ezt idézőjelben mondjuk, sokat köszönhettünk akár a KEHI vegzálásnak is, mert picit így összébrántotta így a különböző területek civil és nem civil képviselőit az érdekérvényesítés területén, de ettől függetlenül is egyre gyakrabban érezzük azt, hogy egyedül nem megy, és akkor most megpróbálunk közös pontokat találni. És most ki fog derülni majd egy másfél óra végére, hogy van-e ennek jövője, mit gondolunk erről. Gyorsan bemutatnám a beszélgetés résztvevőit, kezdem akkor Barbarával. Erős Barbara a DEMNET-nek a képviselője, és mindjárt mondom is, hogy a DEMNET ugye a Demokratikus Jogok Fejlesztésért Alapítvány. Mellette a Magyar LMBT Szövetségtől Sándor Bea, akinél el kell, hogy azt mondjam, hogy neki mindenképpen 3-4-4-kor fel kell állnia, úgyhogy előre is elnézést kért azért, hogyha hamarabb megy el, mint ahogy mi pontot tesszünk a beszélgetés végére. Kovács Edit, aki a Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke. Oprich Judit, aki a NIOK, vagyis hosszú nevén a Nonprofit Információs és Oktatási Központ Alapítvány, ez talán az egyik legrégebbi magyar civil szervezet munkatársaként van jelen. És a Menhely Alapítványtól pedig Gurály Zoltán jött el a beszélgetésre. Köszönjük, hogy itt vagytok. És hadd kezdjem rögtön egy olyan bemelegítő, rövid körkérdéssel csak, aminek egyáltalán nem az a hátsó szándék, hogy pusztán itt valamilyen hangulati bevezetést tartsunk, hanem nagyon konkrét tartalmi jellegű szándékom van ezzel, hogy amikor meghívásról értesültetek, akkor mit gondoltatok erről? Volt-e olyan gondolatotok, hogy mi a fenét keresek én itt? Mi közön van nekem a saját területömre nézve a drogos szervezetekhez, meg egyáltalán a drogszakmához, meg ez az egész témához? Vagy azért volt valami olyan halvány asszociáció, nem kell azt mondani, hogy volt, hogyha erről szó sincs, hogy igen, itt azért lehet valami keresni valunk már így egymáshoz. Barbara, ott az, próbáljuk ki, hogy az a mikrofon működik-e, jó? Ja, működik. Ugye a demokratikus, vagy mi is a mi nevünk? Mondjam. Réci, szóval a DEMNET. Igen. Elnézést. Ugye mi civil társadalomfejlesztéssel foglalkozunk, alapvetően civil szervezeteken keresztül kapcsolódunk ehhez a témához. Tehát maga a tématerület nem áll messze, viszont nem is az egyetlen egy ilyen speciális téma, amiben egy kicsit így megmerítőzünk. Ugyanúgy más szakterületek is felmerülnek, amikkel szoktunk foglalkozni. Én személy szerint sok ilyen kezdeményezést ismerek, mert jártam többször Komlón, megállóban, személyes barátaim vannak, akik dolgoznak, stb. Tehát, hogy ilyen módon is így kapcsolom.
nyilván úgy, mint civil társadalomfejlesztő, tehát mint civil szervezetekkel foglalkozó szervezet, így van kapcsolódás a terület specifikuma nélkül, és hát így ugye mi vagyunk az egyik norvég lebonyolító alapítvány, és hát így látom, hogy pár drog kérdéssel kapcsolatos pályázatunk van, úgy értem támogatott szervezet, de igazából nem kiemelkedő az erről a területről kapott pályázatok száma. És nagyon érdekes, szerintem, mert én teljesen egyetértek azzal a felvetéssel is, hogy egy olyan hanyagolt terület valahogy, meg egy fundraising szempontjából, vagy adománygyűjtés szempontjából nem egy kifejezetten siker terület, ugye, és hogy ezzel kellene foglalkozni. Köszönjük, Bea. Köszönöm. Hát én így azon gondolkoztam, hogy én ezt a kérdést én is felszoktam magamban tenni. Nem mindig kérdezem meg, de éppen ma utaztam egy fiatal jogásszal a villamoson, beszélgettünk, azt mondom, hogy bocsánat, a záróvizsgáit, és amikor arról van szó, hogy látta a nevemet valahol, hogy előadtam az alapjogi biztos gyermekjogi civil koalícióval kapcsolatban, ami gyermekjogi egyezményt elemeztünk, és akkor így megkérdezte, hogy az LMBT szövetség hogy került oda. És nyilván nem látta az összefüggést, és mondtam, hogy hát vannak ilyen Európai Uniós irányelv, meg Európa tanácsi tehát olyan ajánlások, amiben benne van például, hogy vissza kell szorítani az iskolai zaklatást, a bullyingot, meg hogy azonos nemű szülőkkel felnövő gyerekek is, hogyha érintetje ilyen zaklatásnak, tehát ennek is, tehát hogy mindig benne vannak ezekben a stratégiákban, amelyekben Magyarországon mondjuk nem valószínűsül meg semmi, de hogy ez a kérdés, hogy kerül oda, vagy hogy ez valakinek zavarba ejtő, vagy érzékeltem már ilyet ilyen nagyobb fórumokon, ilyen koalíciókban, hogy egy mondjuk az esetleg zavarba ejtő lehet, hogy akkor most ott mit keresnek a meleg szervezetek. De egyébként én a 90-es években dolgoztam sokat, nagyon régen, a háttér, vagy 90-es évek végén, 2000-es évek elején, a háttértársaság valahogy akkor erősebb volt az együttműködés az induló civil szervezetek között, úgyhogy ez mindig megvolt. Mentünk olyan találkozókra, megbeszélésekre a Kék Ponttal, és nyilván azóta minden szervezet így sokat nőtt, és megerősödtek, és így elkülönültek a területek, de hogy ez a fajta nyitottság, hogy hol vannak azok a frontvonalak, ahol az egyének jogairól, meg az állam intézkedéseiről, meg a kettő ilyen interferenciáiról van szó, vagy a csoportok jogairól, az most is hát így érdeklődési körünkben van. Köszönjük. Edith? Én az őszinte meglepődők között voltam, és eredetileg, amikor erre felkért, akkor arra gondoltam, hogy biztos valami moderátornak, vagy hostessnek, vagy valami önkéntesnek szeretne, hogy ők mentesüljenek a valami feladat alól, és amikor kiderült, hogy tartalmi hozzászólás, akkor meg különösen nem értettem. Tehát én abszolút az értetlenek közé soroltam magam, és szabadkozni is kezdtem, hogy hát én nem értem, hogy mit tudnék ehhez hozzátenni, nem értek hozzá. És talán aztán végül a beszélgetésünknek ez lett a fontos fordulópontja, hogy kell-e ahhoz érteni a drog szakmához, hogy valaki hozzászóljon a témához. Én alapvetően települési közösségek olyan aktivizálásával és mondjuk a közösségi részvételre való felbátorításával és készítésével foglalkozó szervezetnek vagyok a vezetője. Ez egy országos szakmai szervezet. És a beszélgetésből azért kiderült, hogy szükséglet és probléma szinten napi terepi szinten találkozunk a drog kérdéssel, azzal, hogy mit tudnak helyi közösségek kezdeni azzal, hogy a közöttük élő emberek között különböző szinteken, de mégis a droghasználat valamilyen módon akár a szociális problémát okoz, akár együttélési, akár bűnügyi, akár kriminalizált, akár bármit, és hogy ki segít ebben, és ha már itt a kiszorulásokról volt szó, Én képviselem majd akkor a beszélgetésben egy picit azt a részt, hogy a kiszorultak azok egy idő után az állítólag, vagy az általuk úgy látott, hogy bent lévőknek számára is elérhetetlenek, mert így meg is élik ezt a kiszorultságot. Tehát igazándiból nincsenek jó terepi tapasztalatok arra, hogy civil szervezetek, drogügyben érintett civil szervezetek, mondjuk bemennének gyakorlati ilyen terepi kérdésekbe. Egy példát hoztam, ha megengeditek az elém, ajánlom is a figyelmébe mindenkinek.
egy miskolci avasi munka, az avasról élő lakosok, most ebből megtudtuk, 35 ezer emberről beszélgetünk, és 10-16%-uk itt a statisztikát mindenki mazsolázza úgy, ahogy szeretné, érintett a aktív valamilyen szerhasználatban. Ez egy kemény szám szerintem, azért 5 ezer fölötti koncentrált egymás fölött lakásról beszélünk. És ez a füzet ez úgy született, hogy aktív terepmunkában napi szinten akadt bele a közösségfejlesztő csoport abba, hogy nem lehet nélkül dolgozni, hogy ezzel ne találkoznánk. A segítséget most jelen pillanatban is, ez egy nagyon jó együttműködés volt, de szóval ezzel nem oldottuk meg a mi problémánkat. Tehát nagyon örülünk neki, hogy született egy füzet, a Megyei Közösségfejlesztő Egyesület adta ki, de most ettől nem, a Szilvás 19-ben nem tudunk tovább dolgozni, tehát azért az is igaz, hogy valami nyelvek találkozása is. Tehát, hogy azt most itt ülünk, az egy jó kezdet, de hogy azért azt gondolom, hogy a távol levésnek ez is a nehézség, hogy más, nagyon máshonnan nézünk. Köszönjük. Judit? Mehet a csuti, tehát előbb-utóbb zavarba fogsz jönni. Nagyon megtisztelő a meghívás, de én nem lepődtem meg. Tehát egyrészt 21 éve vagyunk a szektorban, mint a civil szervezetek támogatói, fejlesztői. Több tízezer civil szervezeti munkatársal van napi kapcsolatunk, és hát mondjuk 250 civil szervezettel konkrétan szerződésünk, szolgáltatási szerződésünk különböző területeken. Tehát én természetesnek vettem, hogy a NIOK alapítványnak itt a helye már csak azért is, mert a Madász elnökségét személy szerint is, szakmai munkában is sok-sok év óta ismerem. Viszont ma én nekem abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy végültem a mai napot, és sokat tanultam és hallottam. Nagyon aktualitása van annak, hogy picit kinyisson ez a szakma, mert teljesen meglepve tapasztaltam, hogy a kirekesztett társadalmi csoport képviselete az úgy vetődik le a szervezetekben, hogy ők maguk is kirekesztetté válnának. Lehet, hogyha az állam meg a civil szervezetek dimenziójában nézzük, amiről ugye a Fanni is szerződött, akkor lehet, hogy tényleg így érzékelhető. De szerintem a szektorban erről szó sincs. És én ezzel az apropóval fogok részt venni a mai megbeszélésben, hogy nem. Tehát a drogszakmai civil szervezetek a szakma részei, szerves részei, számít rájuk a szakmai, és nyilván az együttműködési pontokat meg kell találni. Oké, okay, köszönöm szépen. És Gurály Zoltán Menhely. Minket szeretnéd? Többe is. Hogy meglepődtem-e? Nem lepődtem meg, mert tudtam, hogy kenyszín. Szóval egyszerűen nem tudom elfelejteni a kenyszínt. Ugye a hajléktalan ellátásban is nagyon komoly problémákat okoz. Van olyan szervezet, nem mondok nevet, ahol 50 milliós visszafizetés lebeg, tehát hogy ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Tehát tudtam, hogy a kenyszínvel összefüggésben, vagyis hát azzal az eseménnyel összefüggésben történik ez a meghívás, ami egy norvég civil alapáltal szervezett nagy norvégos összejövetelen volt, azt hiszem a Fogasházban, amikor a Borival beszéltünk, és akkor egyszerűen kiderült az, hogy kenyszis probléma az örök vagy közös, és akkor itt azt hiszem elindult valami, és ez tulajdonképpen nagyon fontos, és talán ez a legfontosabb, hogy egyébként ismertük egymást, találkozhattunk volna a Fogasházban egyébként is. Meg hogy tulajdonképpen én az NCSZ-ben is dolgoztam, és elég sok NDI-st ismertem, és tulajdonképpen megtudhattam volna más forrásból is, de nem tudtam meg. És ez szerintem nem véletlen. Tehát, hogy bármennyire is ilyen furcsának tűnik, de szerintem ehhez kellett egy ilyen nagy norvégos projekt. Szerintem az, ami működteti ezeket, nem csak a civil szervezeteket, egyáltalán valamit működtet, hogy így az emberek akarnak valamit, és hogyha sok ember akar valamit, kis csoportokban akarnak, és azokból úgy közösen is lehet, hogy lesz valami. Ez szerintem akkor van, hogyha valóban vannak ilyen önálló kis projektek, amiket ráadásul össze is hozott ez a kehés dolog, nyilván egy kicsit jobban, mint egyébként összejöttek volna, és szerintem ez a lényeg. Köszönjük szépen. Tulajdonképpen a Zoli már bele is csapott abba, amit a következő kérdésben szeretnék már érinteni, ahol egy picit már mélyebbre mennénk, így az első érzeteken, meg reflexiókon túl,
hogy amikor arról beszélgetünk közösen, vagy azon gondolkozunk, hogy a drogszakmai civil ombudsman intézményét akarjuk-e esetlegesen a jövőben együtt valamilyen módon fenntartani, és hogyha igen, akkor hogyan, akkor két dolgot mindenképpen ki kell emelni, és ezt azért is emelném ki, ha megengeditek, mert teljesen nyilvánvaló és érthető számomra, hogy más az előzetes tudásotok arról, egyrészt azért, mert nem volt itt mindenki idáig, másrészt meg egyébként is, hogy mit is csinált idáig a DCO. Két dolgot tehát akkor kiemelnék hangsúlyozottan. Az egyik az az, hogy a drogszakmai civil ombudsman nem a közvetlenül a kliensek vagy az ügyfelek érdekeit képviseli, ugye, ahogy az mondjuk egy általános ombudsmannál ismert. A másik része pedig az, hogy rendszer szintű, tehát mintázatszerű problémákkal foglalkozik, nem egyedi esetekre repül rá, ha mondhatom így. Most ebből az aspektusból, és most már kinek-kinek így a saját területéről, saját szakmai területéről nézve, nem kell feltétlen sorba. Zoli már is mondott ugye egyet itt a Kenzi anomáliák kapcsán. Ami húsba vágó, amiről úgy gondoljátok, hogy ma, most, aktuálisan nagyon fontos, ha lenne egy olyan drogszakmai, vagy már nem drogszakmai, hanem egy civil ombudsmanunk, akinek teljes felhatalmazása lenne arra, hogy egy-egy ügyet képviseljen. Ez persze lehet egy bíróság fele szóló ügy, lehet egy jelentés készítése, bármilyen más olyan természetű, ami beleillik az ő profiljába. Tehát, hogy van-e olyan markáns, aktuális ügy, jelenség, amiről el tudjátok azt képzelni, hogy egy közös megbízásban mondjuk ide tartozó lenne. Ki az, aki vállalná, hogy elsőként? Edith? Aha. Jó. A buzgó jegyzetelés. Sokat gondolkodtam, amíg már így a felkérés óta is, és hogy hol vannak ezek a közös pontok, ami egy kicsit általánosabb is, és lehet, hogy ez messziről tűnik az indítás, de majd akkor valaki közelebb lép, hogy, és visszatérek egy kicsit, ez a, ugye a települési közösségfejlesztés, tehát hogy a helyi lakosok részvételét erősíteni, cselekvéseken keresztül a felelősségvállalást, az állampolgári aktivitást, és ezáltal ugye vannak olyan ügyek, amiről könnyű beszélni, és vannak olyan ügyek, amiről meg nehéz beszélni. Ezt ebben nem mondtam nagy újdonságot, viszont vannak olyan ügyek, amikről kötelező beszélni, vannak olyan dokumentumok, amiket kötelező elkészíteni, és mondjuk települési szinten a településfejlesztési stratégia, ami 15-30 éves dokumentum, a településfejlesztési koncepció, ami meg ennél rövidebb, ilyen 5 éves intervallumok, és ehhez kapcsolódóan nagyon fontos, hogy például ezek a dokumentumok nem érintik egyáltalában azt, hogy a különböző ártalmakkal érintett szereplők, és akkor most próbálok olyan általános szavakat mondani, amiket ismerek, és körülbelül merem is mondani, hogy ezek a kifejezések, ezek nem kapnak képviseletet akkor, amikor egy ilyen anyag összeállítása, megrendelése, a szakértői csapat összeállítása zajlik. Egyszerűen az, hogy az a területen a különböző szociális hátrányokkal élőket megnevezik a szociális szakma képviselői. A különböző üzleti érdekeket ugye az üzleti szektor képviselői, és egyszerűen az, hogy a különböző szenvedélybetegségben élők, a különböző szerhasználó prevenció, ez egyszerűen nem jelenik meg. Maximum az egészségügy, de ez egy egészen más aspektusból közelíti. Tehát én például, hogyha most mondhatok egy ilyen példát, az biztos, hogy ezeknek a stratégiai jellegű dokumentum, amiből utána levezetik a cselekvési terveket, tehát ugye minden, ami benne van, az legalább már hivatkozási alap. Ami nincs ott, az utána még sokkal nehezebb beletenni, és ez nem várható el, azt gondolom, egy picit ezen sommás kijelentés a mai magyar lakosságtól, hogy ezt rendszer szintre emelje, mert alapvetően inkább ítéletalkotás az attitűd a lakossági beszélgetésen, hogy van elég bajunk, aki magának okoz még bajt, nehogy már most azt még most akkor különös tekintettel legyünk rá. Tehát, hogy az érdemes és az érdemtelen vonalon húzza meg, most ez nem egy ítélet, hanem ez egy állapot szerintem, ahol én látom. Tehát ugye, hogyha ez egy megemelkedik ez a szint, és azt mondjuk, hogy igen, erről kell beszélni, igen, a lakosság számára érthető és fontos információk kerülnek be ezekbe a beszélgetésekbe, akkor mondjuk az ifjúsági stratégia az nem csak a szabadidő hasznos eltöltése és a cserkész mozgalom népszerűsítése vonalon fog mozogni, hanem adott esetben érinthet ilyen témákat. Tudnék még ezen a vonalon példát hozni, szerintem így nagyjából ez a sík az első, ami eszembe jutott, ami biztos, hogy túlmutat egy közösségfejlesztő szervezeten, túlmutat egy drogügyben érintett helyi szervezeten, és hogy rendszer szinten egy teljesen hiányzó szál. Így az költségvetésbe se lehet beemelni például egy ilyen típusú sort, aminek nincsen semmilyen stratégiai megjelenése, mondjuk ha más nem a regionális operatív programok szintjén.
Köszönjük. Azért szólítom meg a Beát, mert úgy érzem, hogy ez a kérdéshez közele lehet annak is, hogy te éppen honnan érkeztél. Mert ma neked délután volt egy sajátos randevúd a minisztériumban, ugye? Igen, ez afelé mutat, így kevésbé a drogszakmai rész, bár az is igazából az LMBT csoportnak, nem dolgozunk egyetlen tagszervezet sem, a háttérjogsegélye sem és a szövetség sem dolgozott még azon a témán, hogy a nemzetközi kutatások szerint a szerhasznált és az alkohol is nagyon erősen jelen van a kiszorított csoportokban, és akkor ott külön leszokták bontani, és így az LMBT fiatalokat ez különösen érinti. De ugyanakkor ezt így tudjuk, vagy olvassuk, de nem dolgoztunk még ezen a területen. De viszont, hogyha így kitágítod annyira a kérdést, hogy egy általános civil ombudsman, és nem a drogszakma, hát az igen, tehát azt gondolom, hogy az LMBT szervezeteknek egyre nagyobb... De eddig is dolgoztunk más szervezetekkel, és közös kiállásokat szoktunk megfogalmazni, meg mindenféle nyilatkozatot, vagy sajtó közleményt, akár több szervezet ad ki, de hogy most ezzel, hogy például a bejegyzetértési kapcsolatnak a támadása hogyan megindult, és éppen erről volt egy megbeszélés, van egy ilyen, hát nagyon szimbolikus testület, egy emberi jogi munkacsoport, aminek több ilyen kisebb alcsoportja van. Az igazságügyi minisztériumban szokták összehívni, az egyik alcsoportja az LMBT jogi munkacsoport, és ezt most mi hívtuk össze, a szövetség egy rendkívüli összehívását kértük a munkacsoportnak, azért, mert ugye múlt héten biztosan sokan olvasták, hogy egy olyan törvényjavaslatot csomagoltak be, egy salát a törvénybe, egyébként költségvetési tárgyú törvénybe, ez több mint 100 oldalas, és akkor ebben egy mondat van erről, hogy ami értelmezésünk szerint, és nagyon sok jogász értelmezése szerint, ki üresíteni a bejegyzettiltási kapcsolat intézményét. És most egy kicsit ilyen civil szervezeti oldalról ránézve, ti, mint LMBT, ugye ennek az emberi, olyan szégyellősen mondtad, hogy mi a neve, emberjogi bizottság? Nem, emberjogi munkacsoport, és emberjogi azon munkacsoport. Belül van egy LMBT. Igen, és az emberjogi munkacsoport tagjaként kvázi nem értesültetek direktbe erről, hogy készülőben van ugye egy ilyen fajta... Nem, hát ez megkerülték, ezért lényeges, hogy egy költségvetési tárgyú törvénybe csomagolták, mert akkor nem kell egyeztetést tartani. Aha. Akkor nem kell értesíteni senkit. Szerint, igen. Úgyhogy nyilván ez is lehet mögötte, hogy neve, hát ha nem vesz észre senki, de hogy különben sem kell róla társadalmi konzultációt rendezni, és megkérdezni szakértőket, vagy civil szervezeteket. Aha. De hogy ilyen esetekben, amikor erről értesültünk, akkor tehát minél több fórum, és minél több szervezet, vagy ilyen figyelő, vagy egy ilyen ombudsman éppen erre az ilyen fellépésekre nagyon-nagyon szuperül alkalmas lenne. Aha, tehát egy ilyen watchdog-szerű szerepre gondolsz? Oké, köszönjük. Barbara? Na, én már pont azon gondolkoztam, hogy mi mennyire egy ilyen másik ellentétes irányba indultunk el a civil szektorban. Én nem szeretem ezt a szektort szót, de a civil társadalom fejlesztése kapcsán, mert hogy pont az kérdőjeleződött meg, hogy lehetem a Magyarországon egyébként ugye a központi kormányzat felé sikeres érdekérvényesítő munkát végezni. És hogyha ez megkérdőjeleződött, akkor viszont ott vannak pont azok az alulról jövő kezdeményezések, legyenek akár a nem bejegyzett szervezetek, hanem mozgalmak, akiket viszont lehet valamilyen módon segíteni. Pláne, hogy mi azt látjuk, hogy nagyon sok civil szervezet elfáradt, kiégett, nem találja az új utakat, és ezek az új mozgalmak, ezek az önkéntesen szerveződő hip-hop összeálló rendszerek valójában, amit itt a migráció és stb. Kérdések kapcsán is lehetett tapasztalni, de meg így hordozzák magukban valahogy, hoznak újat, kreativitást, innovációt. Most nem akarom természetesen kisebbíteni a bejegyzett civil szervezetek érdemét sem, de hogy mi meg pont egy ilyen irányba kezdtünk el gondolkodni, hogyha országos szinteken nem megy, akkor hogyan lehet viszont alulról mindezt megközelíteni és csinálni. És pont emiatt egyébként így nagyon facsartam az agyamat, mint egy Rubik kocka, amikor már megkerestetek, hogy akkor egy ilyen kitágított értelmű civil ombudsman, én most csak ilyen, tehát hogy ahhoz akkor most be kellene dobnunk civil szektoros problémákat, ugye nyilván majd itt tudunk sorolni, most akkor én mondok egyet, például ez az átlátható finanszírozás vagy pénzosztás,
azzal kezdhet-e valamit mondjuk a civil ombudsman, ugye, mert most ezek a napokban így elég érdekes hullámokat kavarnak ezek a kérdések. Akkor a másik, ez már lehet, hogy a múlt, de sosem lehet tudni, hogy tényleg problémázni fognak-e a nemzetközi forrásokat kapó civilekkel. Tényleg akar-e majd a magyar kormányzat nagyobb rálátást a nemzetközi források beérkeztére, azok felhasználására. Hogyha történik nyilvánvalóan ilyen, akkor azt gondolom, például ez egy tipikusan civil ombudsmani ügy lehet, amikor ebben állásfoglalás születik. Amit én egy civil ombudsman részéről nagyon nagy kihívásnak éreznék, hogy ma Magyarországon, de cáfoljatok meg, hogyha nem így van, de szerintem nincsen igazán egy országos civil hálózat, vagy több párhuzamosan, egyáltalán nincs, köszönöm, akkor hogyan lehetne, tehát hogy ki delegálja ezt a civil ombudsmant, mi az ő legitimizációja, ezek ilyen elég nagy kérdések, még akkor is, hogyha kvázi szektoriális kérdéseket fog akkor ő képviselni, akár nemzetközi dekrétumokra, vagy bármire hivatkozva. Most én hirtelen ezeket tudom mondani. Nagyon jó, köszönjük szépen. Jut, Csuti? Fűzném tovább ezt a gondolatmenetet. Tehát, hogy mi lehet a funkciója ugye egy ombudsmannak? Ha kicsit lesarkítjuk, leegyszerűsítjük, szerintem ugye két nagy terület van. Az egyik a részvétel, tehát a civil ügyekben, akár ágazati ügyekben, akár szektorális ügyekben való egyeztetések, érdekképviselet. A másik pedig a finanszírozás, az állami finanszírozáshoz kapcsolódó problémák, ugye, amit itt is ugye a leghangsúlyosabb volt eddig. Hát mind a két esetben őrült hiányosságokat látok. Egyrészt ugye nincsen a szektornak érdekképviselete, a ágazati érdekképviseletek pedig ugye ugyanazzal küzdenek, amivel a délelőtt is láthattuk. Tehát becsüljétek meg magatokat, nektek legalább van államtitkárotok, vagy helyettes államtitkárotok, aki néha megjelenik. A civil szektorral foglalkozó rendkívül hosszú nevű helyettes államtitkárt én még nem láttam, a nevét mindig elfelejtjük, mert soha nem jelenik meg sehol. Tehát semmilyen rendezvényen nyilván van, aki látta, nekünk még nem sikerült, és mindig az az egyik kedvenc kérdés ilyenkor, hogy na, ki tudja a nevét? Mondjuk egy olyan felkészült civil szervezetek. Hát mert jó, igen, te ismered. Tessék? A Latorcairól, hárommal ezelőtt volt a Latorcai, következő válasz lehetőség. Igen, tehát így van, de Latorcai volt az utoljára az, aki megjelent és értett is hozzá. Tehát lehet, hogy nem volt egy platformon velünk, de pontos, az igen, de legalább értett, hogy mit beszélünk, az egy nagy, nagyon fontos történet. De azért mondd el a megfejtést, tehát hogy most már nem... Közöm sincs, sajnos én sem tudom. De nincs is jelentősége, tehát arra próbáltam utalni, elnézést a poéntírozására a történetnek, hogy sajnos nem látjuk a készséget, a fogadókészséget a túloldalon. Tehát nyilván egy-egy ügyben, ahol nagyon karakteresen ki lehet lépni, talán még mozgósítani lehet, ugye ez a zöldeknek megy jól, valamennyire az LMBT-nek is, vagy néha a fogyatékkal élőknek, hogyha egy-egy konkrét kérdésre ráugranak, utcára hívnak X számú civil szervezetet vagy támogatót, akkor ott periférikus kérdésekben el lehet érni sikereket. De az egyeztetésnek nincsenek ma formái, állami egyeztetéseknek semmiféle rendszere. A jogszabályi egyeztetésekre, ugye még kim van annak idején részleteli törvény, amért annyit küzdöttünk, kim vannak az egyeztetések, 3 perc múlva be vannak zárva. Tehát tényleg jó szándékkal fölmegy az ember és sír a jogszabályi kötelező körökön. Tehát ezekbe lehet energiát fektetni, nagyon meg kell gondolni, hogy melyikbe érdemes, azt gondolom, de hajrá, tehát csináljuk, és együtt biztos többre jutunk. A másik kérdés az állami finanszírozás. Itt sokat gondolkodtam, a lányokat meg is kérdeztem a szünetben, hogy a drogszakmai civil szervezeteknek a bevételei jelentős része úgy tűnik, hogy állami pénz. Na azért azt szeretném jelezni, hogy a 2009-es, hát minek hívjuk, gödörbeesés óta a szektor általános szinten, tehát a civil szervezeti bevételek között egyre kisebb hangsúlyt kap az állami forrás. Jól emlékszem, akkor 2014-ben utoljára adatunk van, 29% volt a teljes szektorális bevételben az állami forrás, és ennek már ugye 3% a TAO, amit ugye nyilván tudjuk, hogy kevéssé a... Na mindegy, teljesen értem, mire megy a TAO. És ugye ez azóta tovább csökkent, tehát jó szándékkal sem mondhatunk többet, mint hogy a szektor bevételének negyede köthető állami forráshoz, ami ugye azt jelenti, hogy ezen a téren sem olyan nagy lehetőségek vannak. Nyilván, hogyha konkrét példákat szeretnénk, mert ugye azért azok vannak a NEA. Tehát a NEA ugye, mint a legtöbb civil szervezet által elérhető
állami pályázati forrás, ott mondjuk lenne mit tenni. Tehát az nem kérdés, hogy ott azért 1000 támadási felületet nyújtanak naponta az egyébként civilnek hívott delegáltak munkájával kapcsolatban is. Bocsáss meg, itt hagyd kérdezzek csak annyit zárójelbe, mert nekem nem teljesen egyértelmű, hogy az állami finanszírozásban bekövetkezett negatív változások, amikor felhívod a figyelmet, akkor elsősorban azt akarod üzenni, hogy vannak a drogszakmával szemben olyan területek, akik egy kicsit ügyesebben tudták átélni, túlélni ezt az időszakot, és egy kicsit stratégiát váltottak akár adományszerzés, adománygyűjtés szempontjából, vagy éppen azt akarod mondani, ami sokkal inkább a DCO-hoz tartozhat, hogy az érdekérvényesítésben egy sokkal nagyobb nyomást kellene kifejtenünk. Hát, személyes véleményem, hogy feleslegesen fejtenénk ki a nyomást. Tehát nyilván a normatív finanszírozás esetében elkerülhetetlen is kötelező, föl kell lépni és harcolni kell. Tehát azok a feladatok, amikre szerződések kötetnek vagy nem kötetnek, és az államtól elvárható bevételt kell adjon, akkor nem kérdés, hogy harcolni kell. Én azt gondolom, hogy azért elindult a szektorban egy komoly szemléletváltás. Én inkább úgy hívnám, mint stratégiaváltásnak, mert kevésekben van meg a stratégiai tervezés igénye és lehetősége. Igen, tehát átalakultak a forrás térképek szervezeti és szektorális szinten is. Sokkal hangsúlyosabbak a vállalati források, örvendetesen, bár még mindig kismértékben nőnek a lakossági adományok. Ugye azok a, mondjuk kérdés, hogy az NCTA típusú forrásokat hova soroljuk, meg az Európai Uniós közvetlen forrásokat, de ezeknek a jelentősége is megnőtt, most már megint csökkent, de az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett. Tehát a szervezeti szinten megtalálták a civil szervezetek egy jelentős része a változás lehetőségét, megtalált olyan vállalatokat, amik látnak fantáziát abban, amit csinál, megtalálta azokat a lakossági támogatókat, és itt direkt támogatókat mondok, aki mellék tud állni. Nem feltétlenül pénzről van itt szó, hanem egy bázisról. Olyan sokszor hangzott el ma is, hogy a probléma társadalmi, alapvetően egy társadalmi probléma, gócról beszélünk. Sok civil szervezet úgy döntött, hogy akkor a megoldás is társadalmi kell legyen, amit ugye azért a legtöbben nem azonosítunk az állammal, szerintem mi civilek különösképpen nem. Tehát próbálkozik a szektor, különösen a szervezetei, de azért nem mondanám, hogy fákás menet, tehát hogy azért rengeteg probléma van. Csak az ombudsman lehetőségeire próbáltam ezzel utalni, hogy ez azért beszűkül, ha a szektor egészét nézzük, és finanszírozásról beszélünk. Oké, köszönjük. És Zoli? Egyszer voltam az ombudsmani hivatalban egy megbeszélésen. Meghívtak. Régen volt. És akkor ugye a sok öltönyös jogász ült ott, fiatal emberek, és egyszer bejött egy pulóveres ember, és nagyon furcsa volt, ugyanúgy, mint én is, furcsa voltam, ilyen civiles volt ő is, és kiderült, hogy nem tudom milyen szuper professzor valahonnan, csak így magyar származású és hazajött, és nem is ez a lényeg, most csak kalandozok. Szóval elkezdte mondani, hogy miért és milyen súlya kell legyen az ombudsmani feladatok között állami és civil, és hogy ez egyáltalán nem egyértelmű, hogy az ombudsmani feladatokat állami keretek között kell végezni. És amennyire visszatudok emlékezni, természetesen nem tudok rá teljesen visszaemlékezni. Én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy igenis van jogosultság, hogy általában az ombudsmani munkának egy teljesen független körbe. És én azt gondolom, hogy ha valami tapasztalat itt összegyűl, egyet megtapasztaltunk, hogy azt megtapasztaltuk, hogy ez igaz, szerintem most ebben a dologban, és amit fantáziálhatunk, hogy milyen keretek között lehetne egyébként működtetni, de szerintem maradjunk a realitásban, amilyenben most működött. Tehát, hogy vannak pályázatok, van egy viszonylag független pályázati forrás, ami lehet, hogy egy idea, hogy még egyszer a norvég lesz, remélem nem idea, de mondjuk igen, és akkor ez így tud lenni, és most már tudjuk, hogy ez nagyon jó. Tehát most már ezt tapasztaltuk, és azt gondolom, hogy lehet, hogy sokkal ombudsmanabb is tudna lenni adott esetben. Tehát, hogy olyan, mint egy ilyen... Én ezt gondolom erről.
Tehát akkor te tulajdonképpen azt is mondod, hogy most akkor ezt itt tartsuk melegen, vagy ilyen langyosan, és akkor ki kell várni azt az időt, amikor újra lesz egy lehetőleg külföldi forrás, mert azt nehezen látom így, ahogy a hazai forrást találunk arra, hogy egy civil ombudsmant tudjon működtetni a civil szakma adott esetben az állam ellen. Azt meg pláne nehezen, hogy mondjuk egy vállalati finanszírozó fog-e mögé állni. Nem tudom, hogy jelenleg nem nagyon tudunk más tenni. Tehát én nem látom ott a szervezeteknél azokat a nagy forrásokat, ezeknél a civil szervezeteknél. Én azt gondolom, hogy egyébként én láttam már karonvarnyút, vagy mit tudom, hiszen volt már olyan, amikor egy olyan ember, akiről nem is gondoltam volna, bejött egy szervezethez, és azt mondta, hogy van neki X milliója, és leesett az állunk. Tehát, hogy nem vagyok abba biztos, hogy ne lehetne akár egy szponzor, akinek van annyi pénze, és ez fontosnak tartja. Hogyha ügyesen mondjuk, ez persze tudom, hogy nagyon messze van most. Most van egy programzárás, ismerem, és akkor utána mi legyen. Én a saját perspektívámból úgy, hogy azt azért mindig jelezni kell, hogy a civil szervezetekről beszélünk, de hogy a hajléktalan ellátásból jövök, és abból a perspektívából a civil szervezetek között vannak olyan szervezetek, amik olyan furcsán civilek. Tehát ugye a Máltai Szeretetszolgálat is, és a Vöröskereszt is ebben. Azért úgy értem a furcsán civileket, hogy olyan nagyok, hogy egy iszonyatos gépezetük van. Tehát, hogyha ők elkezdenek mondjuk egy jogi ügyet tárgyalni, akkor öt ügyvédet fogadnak egyszerre. Szóval, hogy egy más lépték, tehát kinőtték azt a mi civil szervezetes léptékünket. Tehát ez azért hozzátartozik, szerintem. Úgy láttam, szeretnél erre reagálni, ugye? Igen, bevallom, én a magam részéről hát ezt nonsensnek tartanám, hogyha a civil ombudsmant nem a civil szervezeti adományok tartanák el. Tehát, hogy lehet, hogy egy projekt keretében lehet az ő fogalmas nincs tevékenységére pályázgatni, de azt, hogy mi ne ismerjük fel ebben az érdekünket, és akár ne érjen az meg havi 5000 forintot mondjuk pár száz szervezet részéről, hogy ezt összedobjuk, azt... Tehát, hogy nyilvánvalóan akkor ennek egy olyan, most hívjuk úgy civil intézménynek kell lennie, hogy mi elhiggyük, hogy nekünk ez jó, és legyen tevékenysége, csak szerintem akkor az a miénk. Nem akarnám elvinni nagyon a szót, meg nem vagyok arra felhatalmazva nyilván, hogy ilyen belügyeket most itt kidumáljak, de azért a pénzügyi kérdésnél, hogy mit tartasz nonsensnek, ahhoz zárójelbe hozzá kell tennem, hogy 4 órakor kezdődik itt a Madásznak a közgyűlése, és minden évben a közgyűlésen van néhány olyan szervezet, jellemzően 2-3, aki az éves tagdíját nem tudja kifizetni, és akkor van egy belső policing, hogy különböző módokon, bizonyos feltételek mellett úgymond megmenthet a szövetség egy-egy szervezetet, pusztán azért, hogy a tagsága az ne szűnjön meg, ami nekünk nagyon fontos. Tehát egyfelől értem, amit mondasz, és nagyon logikusnak tűnik, és végtelen rokonszenvesnek ez az attitűd, másfelől meg a tények azért azt mutatják, hogy még ez is komoly nehézséget jelenthet. Mondjad? Ha ehhez kapcsolódik ez a finanszírozás? Abszolút mindenhez tudnék már hozzászólni, de most próbálok szűkíteni. Mindenképpen ahhoz, hogy tehát ez ingott bennem is, és föl is írtam, hogy majd ha kérdezel olyat, nem tudom, hogy kérdezel-e, hogy dilemmák, vagy ilyesmi, hogy rend, tehát akarunk-e azért harcolni, hogy egy olyan rendszer bevegyen egy elképzelést, vagy egy intézményt alakítson ki, amelyikkel szemben alapvető a bizalmatlanság, alapvetően kirekesztő, alapvetően, és hogy akkor ez egy értelmes erőfeszítése, hogy ettől a rendszertől kiköveteljük, hogy legyen egy olyan intézménye, ami majd kedves lesz számunkra, és bízunk benne. Tehát, hogy azért mi van ez a másik paradigma. Oldalon? Mi az opció? Na, ezen gondolkodtam, ezen is. És csak itt hoznám vissza azt a gondolatot, azt hiszem, Zsuti, pont te mondtad, hogy ugye a társadalmi problémára a társadalmi válasz. És most amióta megpiszkáltál ezzel a beszélgetéssel, hogy jöjjek ma ide, és akkor az arcommal együtt adjam, hogy én ehhez nem értek, de mégis itt ülök, azóta tényleg az van bennem, hogy mennyi ponton tudnának kapcsolódni azok a szervezetek, akiket én képviselek jelen pillanatban, mint elnök, ahhoz az ügyhöz, hogy igenis vannak, és én most egy picit azért kitisztítanám, mert beszéltünk itt drogszakmai civil ombudsmanról, és aztán ugye civil ombudsmanról általánosan. Én most visszatérnék egy picit abban, nekem megragadható volt ez az, hogy most van-e értelme drogügyi civil, vagy drogszervezetek civil ombudsmanjáról beszélni. Én még nem léptem át abból, hogy akkor most egy egész szektor
elé tornásszunk egy néhány embert, vagy egy darabot, de ha visszatérünk ebbe, akkor azt gondolom, hogy na itt jönne be az, hogy ha van egy jó intézmény, akkor azt utána meg lehet nézni, hogy ki támogatná. Vagy ha jól úgy alakul ki az az intézmény, hogy ki támogatná és mibe kerülne, akkor nem a drogszakma szervezeteit kell csak megkérdezni róla, hogy mivel állna mellé. Tehát amit felmutattam ezt a füzetet, e mögött az van, hogy az ember próbál partnereket keresni. Jó lenne, ha nem nekem kéne ezzel foglalkozni, mert nem is értek hozzá. Végül az eredménye az, hogy egyetem és egy-két ember együttműködéséből lesz egy füzet. Nekem óriásilag nem nagy segítség. Most már tudom mondani, hogy tényleg sokan drogoznak az Avason, ez szuper, de most akkor mi van, mi következik ebből, azt nem tudom. Tehát, hogy valahogy, ha a problémát osztjuk meg egymással, akkor elképzelhető, hogy a megoldásban is többen részt vesznek. Talán ezt mondtam volna, kicsit összeszedettebben tudok beszélni. Oké, köszönöm. Azt mondta az előbb az Edith, hogy fölírtam gyorsan magamnak, hogy akarunk-e azért harcolni, hogy. Most egy kicsit a kérdést így átvariálnám arra, hogy akarunk-e harcolni. Mégpedig arra gondolok, hogy ugye amikor a drogszakmai civil ombudsman intézménye létrejött, akkor nyilvánvalóan az volt bennünk a szándék, hogy egy nagyon kilátástalan helyzetben egy olyan eszköz lehessen a kezünkben, már bocsánat, hogyha most a Fanni személyében valósul ez, vagy testesül meg, de egy olyan eszközünk legyen, amelyik tényleg eredményeket tud azért elérni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ezt te is meg tudnád, meg az előző ombudsman a Hajnal is erősíteni, hogy azért az a folyamat, ahogyan egy ügyről, amikor elérkezik az ombudsmanhoz egy jelzés, az onnantól eljut odáig, hogy adott esetben bíróságra lehet, vagy kell vinni egy ügyet, azért az nem feltétlenül egy ilyen diadalmenetként szokott folyni, mert hogy nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy egy-egy szervezet jelzi ugyanúgy, meg a másik 10, vagy 20, vagy 100 is, hogy igen, mi is tudjuk, hogy ez a probléma, akár csak a minisztériumi pályázatok terén, előfinanszírozott, és még lezárul, a projekt lezárulta után kapjuk meg a pénzt is, a többi, ugye, hogy csak egy példát említsek a korábbiakból. Tehát, hogy nagyon sokan tapasztalják, de valahol a kurázsi az egy kicsit hibázik. Tehát azt mondja a szervezet, hogy bocs, én nem szeretném a nevemet adni, én nem akarok a reflektorfénybe kerülni, még akkor sem, hogyha így összekapaszkodnánk, mert ugye az ügyvéd meg mindig elmondja, hogy bíróságra olyan ügyet lehet vinni, ahol ott áll az, akinek a problémája van. Tehát ő nem fog tudni képviselni valakit, aki nem akar mögötte megjelenni. És egy kicsit összefüggésben érzem ezt a kérdést azzal, amikor a Barbara azt mondta, hogy azt érzi, hogy az organizált szervezetek egy kicsit elfáradtak sokszor, és lehet, hogy jönnie kéne az alulról jövő kezdeményezéseknek, amelyek organikus módon valahogy frissebbek vagy bátrabbak, nem tudom. Tehát összefoglalva ezt a hosszú és bonyolult kérdést, igazából, hogy ti tapasztaljátok-e azt problémaként, hogy vannak rendszer szintű gondok a területeiteken, de a szervezetek nehezen vállalnák be azt a fajta nyilvánosságot, ami egy ilyen intézménnyel elkerülhetetlen. Igen. És mit szoktatok ilyenkor csinálni? A rábeszélés technikája, hogy hát gyerekek, de így nem fogunk egyről kettőre jutni? Vagy igen. Mondhatok konkrét igen. ügyet is, vagy akár már de nem mondok úgy, akkor konkrét szervezetet, ügyet, hanem hogy eset. Tehát, hogy csak nem jogi, mert én az baromira nem értek. Hát nekünk is van olyan terület, ami nem sajátunk. Az etikus adománygyűjtő szervezete. Hát 6 éve, 8 éve, már nem is emlékszem, mióta küzdünk ezzel a történettel. És összeállt, és jelentem. Tehát, hogy pénz nélkül, amíg a Bátori mögötte volt, addig még úgy volt pénz, de most már 3 éve nincs, tagdíjas alapon, önkéntes munkával, nem kisméretű civil szervezetek, de a Tengeri Malacvédők ugyanúgy tagja, mint a Greenpeace, és már vagyunk 28-an, és annyi a célunk, hogy az adománygyűjtés etikus legyen, és aki ezt fölvállaljon, azt úgy láthatóan tegye. Mondjuk és azért azt hozzáteszem, hogy ez nem rossz érzés felvállalni, hogy etikus vagyok. Míg azért abban az ügyben, amikor... Nem, ez másra válasz. De az egyébként föl kell vállalni, tehát hogy egyébként egy csomó olyan megkötéssel jár, amit viszont szervezeti szinten kell megoldani. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy lehet összefogással eredményeket elérni. Másrésztről pedig az, hogy ki mit ért áll ki, és ki hol sérül, ezt gyakorlatilag a szervezet saját maga nyugodtan eldöntheti. Tehát igazából szerintem rengeteg esetben azért nem harcolunk,
mert mindenki jobban szeret a kliensekkel foglalkozni, vagy éppen egy szakmai anyagot összeállítani, vagy, vagy a közösséget fejleszteni, mint a bírósági ügyekben harcolni. Tehát itt nem feltétlenül a kiállás hiánya, hanem az erre való ember vagy kapacitás hiánya is játszik. Én azt látom, és hogyha ezt nézzük kommunikációs feladatoknál, vagy a fundraisingnél, ugye, amit a Barbara is említett. Tehát nem arról van szó, hogy nem szeretnénk adományt gyűjteni, vagy nem szeretnénk kikommunikálni, hogy milyen zseniális eredményeink vannak. Példának ugye a ombudsman tevékenységéről azért jó meg kellett nézni, hogy tudjon az ember, pedig szerintem baromira lehetett volna jó habot verni, tessék, habot verni. De mekkora támogatottságot lehetett volna. Annak idején, amikor Fülöp Sándor még ugye zöldügyi ombudsmanként jövő nemzedéke ombudsmanként bevállalta a szektort, tehát gond nélkül, mi mint nagyon nem zöldek, ott sorakoztunk rengeteg ajánlással, rengeteg konferenciával. Igen, tehát, hogy a Sándor erre alkalmasabb volt, hogy habot verjen, de mögötte is volt a szektor, ott bevállaltuk az ügyeket. Tehát volt egy erő, amiben hinni lehetett. Tehát én, bocsánat, tényleg semmi személyes nincs a történetben, tehát sokkal könnyebb valami mögé beállni, aminek van egy előttünk. Tehát, hogy a Greenpeace-el könnyű tüntetni. Tehát, hogy, és mert hogy tudjuk, hogy nem fog belehalni, lehet, van esélye, tehát elhisszük neki, hogyha nem sikerül, akkor föl fog mászni a jég csúcsába, oda kötözi magát az akárhova, és nem fogja hagyni. Tehát ezt a hitet azért valahogy át kell adni, mielőtt azt várjuk, hogy arccal vállalt be, hogy lehet, hogy elbuksz. Vagy iszonyatos mennyiségű munkát, ugye, mert ez tagadhatatlan, hogy a szervezetek részt, tehát nem csak a ti részetekről volt ezekben rengeteg munka, hanem az ő részükből is, és egy kétes sikert. Tehát én azt gondolom, hogy nyertes ügyek mellé a civilek is szívesebben állnak. Barbara, szeretted volna? No, akkor folytatva ugyanezt, hogy mi azt érzékeljük, hogy ugye a különböző, tehát a civil szervezeteken belül, ez nem tudom egyébként, hogy pont a drogszakmára mennyire jellemző, de hogy most érkeznek el a szervezetek oda, hogy emberi jogi szempontból tudják értelmezni azt a területet, vagy a kérdésfelvetéseket, amikkel foglalkoznak. Tehát, hogy nem szociális szolgáltatóként, nem tudom még mit tudnék, kulturális szervezőként, stb. Tehát, hogy ez az egész emberi jogi megközelítés valójában 89 óta ugye nagyon nehezen ment át, és hogy most ébrennek fel területek, de hogy ennek az ébredésnek szerintem az egy nagyon fontos ilyen motivációja, vagy az egyik oka, hogy maguk az emberek, akik dolgoznak a civil szervezeteknél, elkezdtek aktivistábban gondolkodni, vagy hogy úgy mondjam, hogy bátrabban és érdekérvényesítőben. Tehát az érdekérvényesítés az valójában egy létmód, az életünk minden területénél érdeket kell egy ponton érdekérvényesíteni, vagy igen. És hogy ezért ez egy nagyon furcsa betokozódása volt szerintem eddig a szektornak, hogy nem tudta azt, hogy neki kommunikálnia kell például azt, hogy mit ért el, vagy hogy mi az a hatás, amit sikerült a munkájával ugye tényleg így elérni, és nem volt köze az emberekhez, ugye ezt hívjuk azt, hogy nem nincsen társadalmi beágyazódás, hogy nem bátrak ez, és mint hogyha most... Lehet, hogy ti ezzel nem értetek egyet, de mint hogyha most nyilván az adott környezet miatt is így lenne valami fordulópont ebben, hogy talán már jobban oda merik rakni az arcukat. Úgyhogy én nem mondanám azt, hogy így azt nem mernének beállni a szervezetek egy ilyen, úgyhogy nem mennének el. De az biztos, hogy még azért egy kis kérdéses és gyenge lábakon áll. Abszolút elismerve és elfogadva ennek a kritikáját, hogy az eredményeket kommunikálni kell, mert az adja meg az erőt a tovább lépéshez. Emellett hagyj egyezem meg azt azért, hogy ugye 2014 májusában állt föl ez az intézmény, tehát az azóta eltelt idő, tulajdonképpen ez a két év, egy nagyon rövid időszak volt ahhoz képest, hogy itt olyan bírósági ügyekről van szó ad abszurdum, vagy olyan elég összetett jelentések születtek meg, amelyek nagyon-nagyon időigényesek voltak. Tehát tulajdonképpen mi ezzel folyamatosan, most egy kicsit ebből a sapkámból beszélek, mint Madász, vagy mint az egyik ilyen ernyő szervezeti képviselő, aki közelebbről láthatta a DCO munkáját, mi folyamatosan abban a dilemmában voltunk, hogy vajon a tagszervezetek mit érzékelnek ebből, de addig, ameddig nem tudsz sikerről beszámolni, mert azt mondod neki, hogy a rév most megy a másodfokra, most megy a kúriára, persze ezeket kommunikáljuk, de ettől azért olyan őrült nagy forradalmi hangulat nem lett, szóval ezt lássuk be. Tehát, hogy ki kell várni azt a pontot, amikor összeszedve
és bízunk benne, hogy ez a mai alkalom azért egy ilyen volt, amikor összeszedve lehet látni azt pontról pontra, hogy lehet, hogy nem volt sajnos annyira látványos ez a tevékenység, de ebben őrült sok munka volt, és ahhoz képest nagyon szép eredményeket lehetett elérni, hogy tényleg csak 2 év telt el. Ehhez kapcsolódik? Mondjad. Csak szerintem most, ahogy így, tehát fontos volt, amit elmondtál, és rávilágított arra, amit az elején próbáltam, lehet, hogy nem túl ügyesen mondani, de szerintem azért visszatérni kell erre, hogy ahhoz, hogy akár drogszakmai civil ombudsmanról beszélünk, akár majd máshol, de én most én maradnék ennél a témánál, nagyon fontos, hogy aki benne van, az a megoldás oldaláról közelít, mert már túl van a problémákon, tehát nagyon sok problémát tud definiálni. Viszont a támogató kapcsolódó szereplők, mondjuk akár szakemberek, szervezetek, mások, azok pedig a szükséglet vagy a probléma oldaláról tudnak kapcsolódni. És azért ez egy olyan dolog, amit valahogy össze kell passzintani, tehát elfogadni azt, hogy én ma nem tudok lelkesedni, tehát tudok lelkesedni, hogy milyen ügyesek vagytok, hogy ezt megcsináltátok, és hogy milyen klassz ez az ombudsman, és még az is lehet, hogy hazamennék, és eldicsekszem majd a kollégáknak, hogy gyerekek, van ilyen a világban, és sőt, még nálunk is, és basszus, miért nem hallottunk erről, hogy ez itt ma van, és nem tudom én, és vagy azt mondom, hogy elmentem erre a fura megbeszélésre, amit nem tudtam, miért hívtak el, de hogy basszus, mennyire, vagy bocsánat a szavakért, hogy mennyire értelmes volt, meg fontos volt, meg mi jutott az eszembe, de ettől az én általam megszólítottak között azonnal az lesz, hogy na, és akkor a mi szükséglet, ugye, ha éhes vagyok, akkor lesz-e ebből kaja? Vagy hogyha fázok, akkor lesz-e ebből valami melegség? Tehát, hogy azért ez egy másik oldal, és meg kell találni azt a dolgot, hogy, és itt mondok csak egy példát, hogy amivel mondjuk így az még egy pillanatra az legelső kérdéshez vissza, hogy ami szükséglet szintén jelentkezik, ugye ez az alacsony küszöbű szolgáltatásoknak a hiánya, és az ehhez való bármilyen civil aktivitásnak, lakossági, közösségi megmozdulásnak a totális eltaposása ma Magyarországon. Tehát az, hogy egy közösségi kávézó az nyitott legyen arra, hogy mondjuk valamilyen hatás alatt lévő kölyök bejöjjön, és ne az legyen, hogy már az ajtónál ki van írva a sok tiltott tábla, hogy mivel nem jössz be, tehát ugye már messziről be sem megy, hanem mondjuk tényleg ez az alacsony küszöb, hogy így be tud suhanni, és akkor majd ott történik vele valami, aminek volt értelme az életében. Tehát például ez ügyben biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb támogatottság lenne, mint hogy a Kenyszi jelentés az most akkor nehéz, vagy könnyű, vagy meg lehet-e nyerni egy pert. Tehát én ezt ma fölfogtam, hogy ennek mekkora jelentősége. De ez valóban, ettől nem leszek forradal már ez ügyben, viszont ha valaki ez ügyben hozzám szólna, hogy te figyelj az összes nyomorult terepeden, szedd már össze, hogy hol van probléma azzal, hogy kriminalizálják ezeket a gyerekeket, hogy kirekesztik őket mindenhonnan, hogy büntetik, hogy a szülők bűntudat. Szóval, hogyha erről valaki azt mondaná, hogy erről lehet, tehát akkor azt mondanám, hogy ez érdekes, mert ezt fölfogom az agyammal, hogy ez nekem is elemi problémám, hogyan tudunk lépni. Lehet, hogy ti már a megoldásnál tartotok. És az is lehet, hogy nincs akkora különbség, hogy nem kell végigjárnom nekem is ezt az utat. Most próbáltam egy eszem első szemébe tenni, hogy ne bántsak meg mást, hogy hol tart. És akkor még itt jön az, hogy a támogatottság például az, hogy ma Magyarországon senki nem foglalkozik ennek, vagy legalábbis én nem tudok róla, és ezen a terepi gyakorlati szinten nem tudom, hogy a szülők. Hogy hol vannak a szülők ebben, hogy ki az, őket, az ő támogatásukat hova lehetne bekötni. Csomó ember szerintem ebben nyitott lenne. De ez a probléma oldal. Rögtön odadom, csak elnézést, mert el fogom felejteni az Editnek még annyit, hogy de ezzel azt is mondod, hogy gyakorlatilag megfontolandónak tartanád azt, hogy eleve nem szükséges egy olyan fajta civil ombudsmanos profilváltás, hogy nem civil szervezeteket kellene, hogy képviseljen, hanem konkrétan az ombudsmanhoz hasonlóan az ügyfeleket, a terepen lévőket? Vagy ez nem feltétlen jelenti ezt? Én jelen pillanatban abból a székemből beszélek, és abban gondolkodtam az elmúlt időben, amióta ezt szóba hoztad, hogy van 11 szervezet, akivel dolgozunk rendszeresen, aki tagszervezetünk, és aki behozza ezt a problémát, és majdnem mindenki hozza, hogy egyszerűen településfejlesztési, közösségfejlesztési, bármilyen ügyben, ifjúsági, közösségi munkában nem lehet enélkül, hogy ehhez ne értsél, ne tudjál, ne legyen partnered, ne félj tőle, ne aggódj tőle, ne lépj át, inkább azért szűkebbre veszed a határokat, mert félsz attól, hogy magadat, a szervezetedet, a pozíciódat, a kapacitásaidat sodrod bele, vagy esetleg más bajba sodorsz.
És hogy van ez a szakmai szervezeti szint, akik mással foglalkoznak, de másik oldalról látják ugyanazt. Mondjuk én a Szentkirályt olvasom, ti meg a vizet látjátok, de ott még ugyanazt a palackot nézzük, és én tök mást fogok magyarázni nektek, hogy de hidd el, hogy ezen ott a felirat, ti meg mondjátok, nem, ez egy tiszta víz. De ettől még ha rájövünk, hogy ez ugyanaz, akkor, és ezt szervezeti szinten is el tudom képzelni, nem tartanám feltétlenül fontosnak azt, hogy egyesével. Tehát ez az ombudsmani szint, szerintem ez pont szervezeti. Én csak annyira reagálnék, hogy ez a két dolog, tehát az a helyi szint és a kényszer az összefügg. Tehát, hogy azért azt látni kell, hogy a kényszer az csak egy dolog, ami kiemelt, és hogy tulajdonképpen tudnám sorolni a hajléktalan ellátásban, de szerintem mindenki tudná sorolni egyéb ellátásokban és egyéb szolgáltatásoknál, és hogy mik vannak még. Egyébként amellett a különböző anomáliák, és szerintem, ami tudunk beletenni, én úgy érzem, én egy kicsit megerőszakolva magam, el tudok ide jönni egy számomra ismeretlen terepre, mint hogy el tudtam menni a Norvégra ismeretlen terepre, ott mindenféle emberek voltak, akiknek a szövegét jó részt nem értettem. Nem értettem, mert hogy össze-vissza. Szóval nekem az nem volt. Hát ők úgy benfentesen beszéltek, és én azt nem értettem, mert ők a zöldek voltak, meg a mit tudom én. De vettem a fáradtságot, azt az időt bele tudtam tenni, azt a figyelmet bele tudtam tenni, annyira még futotta, annyira megnéztem, hogy a vízre Szentkirályi van írva. Érted? Szóval ott azért annyi energia volt, és szerintem ez a realitás, hogy ennyit tudunk beletenni. Én túlzottan sokkal többet nem tudok, meg meg tudom azt ismerni, talán fel tudom ismerni, hogy neki ugyanaz a problémája, mint az enyém. De az nem egy egyszerű dolog. És szerintem csak nagyon lassan lehet építkezni. Tehát csak úgy, ahogy most éppen kiderült ez a dolog, hogy ez passzol. Marha nagy szerencsénk van egyébként. Ez véletlen, hogy ez kiderült, hogy ez így különböző ilyen mereven elzárt ágazatok ott át tud lépni. És szerintem ezt kell kihasználni, hogy erre rájöttünk. Ez véletlen szerencse. Hát jelenleg véletlen volt, de tulajdonképpen egy folyamatosabb kapcsolattartással ugye ezek a véletlenek, ezek elkerülhetők lennének, mert akkor tudnánk arról, hogy hol vannak ilyen csatlakozási pontok. Ehhez kapcsolódóan? Mond. Hát, csak azt szeretném hozzátenni, hogy így hogy így gondolkodtam, hogy így próbálom én is átlátni, megértelmezni, milyen nem voltam itt korábban, hogy milyen lehetőségek vannak, és hát ezek óriási kérdések. Tehát azt, hogy magában a fókuszában, hogy a civil szervezetek képviselete álljon egy ilyen potenciális civil ombudsmannak, ami egy ilyen beláthatatlanul hatalmas terület, hogy a civil szervezetek létezését és működés módját vagy lehetőségeit állítsa a fókuszába, vagy az ilyen ügyfél problémákat, meg csoport problémákat. Ez annyifelé szállazódik, és közben az jutott eszembe, hogy ez valószínűleg elvárhatatlan, vagy ez egy ilyen lehetetlen funkció lenne. De van egy ilyen nem annyira látható, de nem tudom mennyire látható, én látom, hogy van egy ilyen civil női kormány nevű kezdeményezés, és hogy igazából az jutott az eszembe, hogy lehet, hogy egy ilyen civil politikai kormányt kellene akkor csinálni, de hogy, mert hogy egyszer nem lehet, tehát nem tudom elképzelni, hogy egyetlen felelős, és akkor nem tudom, hogy milyen módon lehetne kidolgozni, de az jutott az eszembe, hogy esetleg valamilyen nagyon-nagyon figyelemfelhívó jelleggel egy ilyen éves civilügyi jelentést összeállítani, aminek ilyen nagy visszhangot adni, hogy arra a részére, hogy mi van a civil szervezetekkel, illetve hogy az egyes területeken, ami van a szervezeteknek a fókuszában, azt így elemezni, vagy mik a fő problémák mondjuk ebben, hogyha már leszűkítenénk, hogy nem a civil szervezetek, ami egy ilyen megközelíthetetlen nagy bázist jelentene, hanem a ernyő szervezetek, vagy valamilyen módon egy szakma területen a más civil szervezeteket képviselő nagyobb szervezetek vesznek részt, de ez viszont hihetetlen nagy reprezentáció, vagy hogy milyen legitimitása lenne, azokat a kérdéseket vetné fel. Úgyhogy ez egy nagyon hát nagy... Hát ugyanakkor viszont a rendszer szintű problémáknak a megtalálásában nyilván az segít, hogyha elsősorban ezek a nagyobb vagy ernyő szervezetek azok, akik behozzák az ügyeket. De értjük, szerintem értjük ezt a felvetést, és mondjuk ez is egy érdekes gondolat, hogy mondjuk nem egy civil ombudsman van, hanem akár egy ilyen civil testület, ahol ilyen tematikus
módon különböző szereplők vannak, és elkészülhetne mondjuk egy ilyen jelentés. Hát majd emésztjük ennek az ötletét. Most még egy negyed óránk van, és még egy dolgot mindenképpen szeretnék behozni, hogy az nagyon, nagyon jó, meg nagyon pozitív, hogy találunk azért közös teret, ugye úgy tűnik, hogy találhatunk így a jövőben. De azért az elmúlt években is láttuk azt, és ezt nem akarom véletlenül se sugallni, hogy ez egy új találmány, hogy ez nagyon sokszor úgy zajlik, hogy elindul mondjuk egy civil érdekérvényesítési folyamat, és aztán van mondjuk az állam részéről valaki, vagy vannak valakik, akik ezt úgy tudják szépen azonnal és talán végérvényesen megtörni, hogy kiválasztanak néhány civil szervezetet abból a branchból, és azt mondják, hogy ti jók vagytok nálam, titeket valamilyen jutalomban részesítelek, és akkor hirtelen egy picit ez az oszd meg és uralkodj el alapján, elfogy az erő, és vége van a nagy közös történetnek. Na most erő jutott ez eszembe, nyilván ez nem feltétlenül egy ilyen nagyon rokonszenves kérdés, de hogy látok-e olyan lehetséges érdekellentéteket, amivel számolnunk kell. Tehát, hogy amikor mi így mondjuk, hogy összeállnánk, lenne testület, vagy lenne közös civil ombudsman. De hogy vannak-e olyan veszélyek, szerintetek reálisan, ahol azt látnánk, hogy hát ez a dolog nem biztos, hogy működni fog, mert akár a mieink, már a ti mögöttetek állók sem feltétlenül állnának be szívesen abban a sorban, amiben mi, mondjuk mi már ott állunk. És nem tudom eldönteni, hogy a nagy csend az az, hogy nem jut eszetekbe ilyen? Én azt gondolom, hogy egyrésztől nyilván a civil társadalom is meg van osztva politikailag, ez nem is kérdés, de az a másik oldalon egyre kevesebben vannak, meg lassan mindannyian itt vagyunk. Tehát, hogy vannak, csak azok nem, tehát, hogy más ligába játszanak, tehát, és kevesen vannak, és nem is jönnek el, hogyha hívjuk őket. Tehát szerintem ezzel nem kell, tehát, hogy ha mi elkezdünk összeszerveződni, akkor csak azokat fogjuk megtalálni, akikkel össze kell szerveződni, és nem akarunk az államtól konkrétan pénzt, hanem mondjuk ügyeket akarunk képviselni, de lehet közhasznúság, akármi, bármilyen ilyen civil ügyet föl lehet vállalni, ott nem lesznek közöttünk már... Nem fognak beállni mellénk, vagy szerintem. És ebben a norvég ügynek mondjuk azért komoly foganatja van, mert ez tényleg össze tudom, hogy már harmadszorra mondjuk azt, hogy milyen jó, hogy volt a norvég ügy, de ez butaság nyilván baromira nem jó. De azért összeállt a szakma. Jó volt? Igen, tehát a kehi az összehozta egy a bandát. De nem, tehát ettől a megosztottságtól olyan nagyon én nem tartanék. Ez nem lehet akadálya annak, hogy fölépüljön egy ilyen intézmény, akár civil ügyekre, amiről beszéltünk, és itt jogi ügy tényleg számtalan van. Tehát amikor 68 ezer civil szervezetből ugye fele volt közhasznú, majd már a 15%-a lett, azt gondolom ez a civil, titeket különösen érint, akiknek ez létfontosságú. Ez nem csak a drogügy kérdése, ez az egész szektort. Így kirántotta alól az addigi játékterepet. De az 1%-os adatigénylés. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amit tényleg össze tudná hozni, ha a civil szervezetek a célcsoport, ez a 68 vagy az 50 ezer működő civil szervezet, re akarunk gyúrni, akkor azért vannak olyan üzenetek, vannak olyan ügyek, amikre jelentős hiátus, vagy probléma, vagy szükséglet van, szerintem. Egyetértetek, vagy van kiegészíteni? Zoli? Nem tudom előre, hogy mi lenne. Én nem hiszem, hogy mindenki csatlakozna. Nyilván nem is biztos, hogy ez lenne a cél, és nem is hiszem, hogy rendszerszerűen kéne ebbe gondolkozni. Szerintem nem biztos, hogy rendszerszerűen kéne ebbe gondolkozni, és nyilván megvan osztva. Hát hogy is ne lenne megosztva? Hát nyilván mindenki domestikálni akarja a civileket. Ez nem volt, máskor is így volt, ez mindig így volt. Tehát ez teljesen normális dolog, ellen kell állni. Szerintem egyébként én azt tudom mondani, hogy ezek az úgynevezett nagy civilek, ezek a kvázi félig civilek, amikben nem csak a Vöröskereszt és a Málta tartozik, azért ennél közepesen nagy civilek is vannak. Ezek azért valahogy bevonhatóak. Mindig aztán előbb-utóbb kiderül, hogy nagyon komoly érdekek vannak, de úgy azért bevonhatok. Én mondok egy példát, a hajléktalan ellátásban ezzel a problémával nagyon küzdöttünk. Ugye ott a fővárosi önkormányzattal kapcsolatban van egy érdekérvényesítő szervezetünk a hajléktalan ellátásban, kizárólag a fővárosban működik, vidéken nem sikerült megcsinálni, de a fővárosban működik, és ezt a 90-es években találtuk ki, pont ezt a problémát orvosolandó, hogy mindenféle szervezetek együtt, például egy keresztény szervezet
mint a Málta, az véletlenül se fog a krisnásokkal együtt egy platformon, tehát egyszerűen nem mutatkozhat együtt vele. Ezt úgy tudomásul vettük, és akkor azt találtuk ki, hogy maga ez az érdekképviseleti szervezet, ez választott képviselőkből áll, ahol teljesen mindegy, hogy ki honnan jön. Egyszerűen van egy lista, és akkor ebből a listából választunk két évente 10 embert, aki az érdekképviselet, és akkor ez adja a fővárosnál a szolgáltatói oldalt, és akkor ez a 10 ember, ez gyakorlatilag érdekképvisel, és ez működik. Leveleket írunk általános ügyekbe, fővárosi önkormányzathoz megyünk tárgyalni, ilyen krízisellátásokba, stb. És ez egy működőképes testület. Nem mondom, hogy szeretik, egyáltalán nem szeretik. Nincs benne pénz, nulla pénz van benne. Nincs pénzünk jogászra, ugye, hogyha én időnként meg tudom kérni a Sasvárit, akit ismertek, gondolom már, hogy drogügyben is dolgozik, nálunk is dolgozik, ha valami jogi probléma, akkor megkérdezem a Sasvárit. Tehát ilyen kis maszek módon működik, de hogy működik, és így ez elkerülhető volt. Hát ennyire tellett, de hogy igen, működik valami ilyesmi. Azért mindenkit összemosolygott ez a megcsináljuk okosban majd ezt a civil ombudsmant. Jó, hát igazából azt hiszem, hogy letelt az időnk. Most nem volt, még szeretné valamit, beléd ne szoruljon, mondja. Nem akarnám. Csak egyetlen egy dolog, mert én most úgy látom, hogy beszorítottam magamat ebbe a pozícióba, hogy én nem tágítanék attól, hogy a civil ombudsman is nagyon fontos, de hogy ha már a drogszakma eljutott addig, hogy neki fontos lenne, hogy legyen egy, nevezzük ombudsz, egy intézménye, most akkor nem a szavakon lovagolnék, akkor itt a civil tényjelzőnek használnám. Tehát, hogy igen, a civilek által fenntartott, működtetett, a függetlenségét, a valódiságát, a professzionalitását igazoló, tehát nem valakinek a valamilyen, amitől elveszítjük a befolyásunkat rá, mihelyest betesszük a nagyobb rendszerben, ami bedarálja adott esetben, vagy valamit csinál vele. Tehát itt jelzőnek használnám, és tulajdonképpen szerintem ez egy... Én tovább gondolkodnék szívesen azon, hogy a drogszakma kérdései között vannak olyan releváns kérdések, amik laikus szervezet, most akkor drog témában laikus szervezetek számára is fontos kérdések. Azt látom, hogy ezen a területen nagyon nagy a tanácstalanság és a bizonytalanság, és könnyen elbizonytalaníthatóak szakemberek, akik mondjuk terepen dolgoznak, de nem értenek ehhez, és ezért is kerülik. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ez az ügy önmagában már csak a jelentőségéből kifolyólag is megérdemelné, hogy szakemberek megerősítést kapjanak abban, most mindegy, hogy milyen területen szakember, hogy mik a létező valós határok, mi az igazság. Mert a félelem, a félemlítés, a kriminalizáltság az lebeg. Tehát, hogy ettől mindenki tart, a munkahelyét is félti, magát is félti, a gyerekét is félti, a mindenét félti tőle, tehát akkor jobb távol maradni. Tehát ha azt szeretnénk, hogy közeledjenek emberek ezekhez a drog szakmai kérdésekhez, akkor ilyen kis kapukat kell adni, ahol bátrabban bejönnek, és akkor így ezt a dadogást, amit én most ma itt mutattam, mert nem tudom, milyen szót szabad kimondani, hogy ne tűnjek teljesen ostobának, meg mi az a mit, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan platform, ahol mondd babám úgy, ahogy gondolod, aztán majd helyre tesszük. Tehát, hogy azért az fontos lenne, hogyha ilyen támogatásokat, bátorságot, és ezek a győztes ügyek, ezek azért fontosak, mert azt mutatja, hogy én éreztem, hogy ez valahogy nem normális, hogy így legyen, és most akkor megmondta egy doktor valaki nevű ember, hogy igaz. És hogy tényleg nem lehet a tornatanárnak ilyet csinálni, vagy nem csinálhatja az igazgató ezt. És én éreztem, de most mit csináljak én, mert igazán nem értek hozzá, kihez forduljak, miért csinál, szerintem nem ragozom. Én amióta megszólítottál, egyre lelkesebb vagyok az ügyben, hogy szűkíteném, mert az, hogy valaki valamit megcsinál ma Magyarországon, az sokkal fontosabb, mint a majdnem csináltunk, a lehetett volna. Tehát, hogy szerintem ez egy hitelt ad a dolgoknak, hogyha meg van csinálva, és ezt inkább most a kisebbekben látom a realitását. Lehet, hogy ez most az egyes szem első személyem. Na, hát nagyon szépen köszönjük ezt a szép záró gondolatot. Igazából nem voltatok itt mind reggel, tehát csak mondom, hogy mi nem úgy működünk, mint az ENSZ, hogy előre megírtuk a zárónyilatkozatot, még a vita előtt biztos, ami biztos. Tehát nem tudjuk még, hogy mi lesz ebből. Mi majd összedugjuk a fejünket a 3 másik partner szövetséggel, érdekvédelmi ernyőszervezettel, akikkel így együtt próbálkozunk itt fennmaradni
a drogügyben, úgyhogy szerintem ki fogjuk együtt találni, hogy akkor hogyan lehetne ennek a dolognak folytatása, és ha lesz, akkor egész biztos, hogy ti tudni fogtok erről, és akkor minél hamarabb bevonunk benneteket valamilyen diskurzusba. Úgyhogy szeretném megköszönni még egyszer, hogy itt voltatok. Nektek is, hogy végighallgattátok ezt a hosszú napot, és a János az előbb a fülembe sugott egy ilyen szolgálati közleményt, hogy akik a madász közgyűlésre itt maradnak, nem ebben a teremben lesz, hanem a szemközti kis teremben, úgyhogy oda várunk mindenkit. Köszönjük szépen a részvételt! Thank you.